A film egy számomra egyébként személyesen nagyon fontos üzenetet hordoz, hogy az öregedés mennyire hálátlan dolog, hogy végigcsinálsz egy életet, munkával, szenvedéssel, persze rengeteg jó dologgal is, és hogy nem az a jutalom, hogy egy tóparton, egy erdőben, egy nyugágyon, egy koktéllal lehetsz egész nap, hanem jelentéktelenné válsz a világban, és ez szerintem egy rettenetes dolog. És a filmnek szerintem egy nagyon fontos üzenete az, hogy ebben az állapotban is tudsz új barátokat szerezni, illetve hogy maradhatsz egy picit fiatal azzal, hogy új barátokat szerzed. A film alapvetően két zenei irányzatot tartalmaz, ezek nem betonfallal elkülönített zenei irányzatok, ezek összemosódhatnak, össze is mosódnak. Ugye alapvetően a Béla karakternek van egy zenei világa, és a Zoé karakternek van egy zenei világa, és némi kohézió is van a két zenei világ között természetesen, hogy egy egységet alkosson a filmzene. A Zoé világa nyilván egy fiatalosabb, elektronikusabb, modern dolog, és a Béláé tulajdonképpen tekinthető egy klasszikus filmzenének is.